csak azok nem tudtak elmenni a mai rendezvényre, akik az intézmény valamelyik részlegében éppen dolgoztak, így közel 200-an hallgatták Mecsei Ilona igazgató és Bereznai Csaba alpolgármester ünnepi köszöntőjét a közalkalmazottak napja alkalmából. Program egy rövid köszöntő után egészségügyi szűrések lesznek, nyertünk egy támopos pályázatot, és ennek nagyon fontos eleme, és egyébként az intézményünk céljai közé soroltuk be a dolgozók egészségének a javítását, az életmód tanácsadást. Ma háromféle szűrés áll a dolgozók rendelkezésére, akik nagy örömömre a 295 főből 180-an tudnak ma itt lenni, amellett ugye, hogy vannak kötelező feladatok, és néhányan kimaradnak a mai, reméljük, hogy kellemes napból és nagyon jó programból. Az egészséges életmód és egészséges táplálkozás köré szerveződnek a programok. Egy simogatós, masszázs, pilates, zumba, egy nagyon finom, egyszerű ebéd, ami szintén az egészséges életmód jegyébe egészséges táplálkozáshoz kapcsolódik. És azt gondolom, egy nagyon fontos cél, hogy együtt legyen ez a sok-sok ember, aki naponta 10-12 órát dolgozik, és fontosnak tartjuk azt, hogy a stresszoldás, a levegővétel, egy kicsit kiszabadulni a mindennapokból, és az együttlét, a csapatépítés, még ha ez egy nagy csapat, akkor is ma erre lehetőség nyílik. Sajnos ebben a szakmában is kevés a férfi ember, emelte ki az alpolgármester, ám az ömében női dolgozók empatikus képessége különben is utolérhetetlen. Ez alapból egy olyan szakma, amihez leginkább olyan női tulajdonságok illenek, tehát az empátia, az odafigyelés, a csendesség, a visszafogottság, ez általában a férfiakban kevésbé van meg. Természetesen jó néhány férfi kolléga van, de szerintem ezt a hölgyek jobban tudják, és ráadásul a fizetések is olyanok, amiből hát nem biztos, hogy egy családot fel lehet tartani. Egyre kicsi lépésenként egyre javul ez a helyzet, de én nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt az óriási munkát, áldozatot, amit a szociális munkások végeznek, ezt anyagilag is elismerhessük. Mamut intézmény, egy kézben van sok minden, de ez nagyon jó dolog, hogy egy kéz van. Ja, a határterületeken, hogyha egy ügyfél az egyik területről a másikba csúszik át, akkor nem kell egy új intézményhez menni, már jól ismerik a kollégák, jól ismerik az esetet, tehát tudnak segíteni, és családokban is van, aki gyermekvédelembe tartozik, valaki az idősgondozásba, valaki a családsegítőbe. Jó, hogyha szerintem ez egy jó megoldás, hogy egyben van, a családokat egyben segítjük.